Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Elkezdődtek már a titkos éjszakák, a jó szellemek éjszakái. Most a 6. napnál vagyunk, december 30-án. Ahogy átéled ezt a napot, ezt az energiát átviszed automatikusan jövő év júniusára. Itt vannak bizonyos témák, hogy védd magad a támadások ellen, ne hagyd az, hogy mások parancsolgassanak neked, és vannak néha ellenségek, hazugságok, hamisságok, vedd ezt észre. Amit ez az energiamező még mutat, és a ma esti szertartás segít ebben, hogy legyenek jó kapcsolatok, előnyös szerződések. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt a szerelemről van szó. A szerelemnél van itt egy új kezdet, és itt látható a vidámság. Tehát a szerelmi élet területén szerencséd lesz. Viszont, ami más kapcsolatokat illet, mint például a munkahelyi kapcsolatok, vagy szerződések, itt még van ez a szomorúság. Nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy te elképzelted. Viszont a hátad mögött látható ez a két kehely, tehát lesz egy jó fordulat. Az a fontos, hogy hallgass a belső hangodra, az a fontos, hogy ne másokra figyelj oda, ne hasonlítsd össze magadat másokkal, hanem légy tisztában a saját értékeiddel. Itt látható egy király, és ez a király parancsolgat neked, vagy ő hozza a döntéseket. Emiatt szomorú vagy, ne engedd, hogy így legyen. Vedd kezedbe ezt a kardot, te hozd a döntéseket, és ezzel a karddal vágd el ezt a kapcsolatot. Búcsúzz el bizonyos személyektől. Ha nem így van, és ez a férfi még mindig parancsolgat, és bizonytalan vagy, akkor itt egy nehéz kezdet van, mert valami nyomaszt téged. Viszont, ha te saját magad hozod a döntéseket, és itt látható ez a mágikus, ez a te erőd, a te kisugárzásod, akkor itt sikerek lesznek, hiszen a nap megvilágít valamit. Megvan ez a kisugárzásod, megvannak a sikerek, és a gyermek utal egy új kezdetre. Akkor is, ha kezdetben még valami bizonytalan, de maradjon meg ez a könnyűség, és legyen meg ez a bátorság egy új kezdethez. Az a fontos, hogy te saját magad hozd meg a döntéseket, különösen, ha munkáról, hivatásról, vagy kereskedelmi kapcsolatokról van szó. Mert a szerelmi élet területén itt látható ez a szerencse és boldogság. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!